Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb Let's Play-es videóban. A mai videóban folytatni fogjuk a Monster Trap-et, legalábbis addig, ameddig lesz hozzá anyagunk, mert rájöttem, hogy ez a Redstone ez tulajdonképpen egy szint megcsinálására se lesz elég. Emiatt majd elhasználom, és utána meg lemegyek bányászni, amikor elfogy. Plusz még pókvonalban sem volt valami sok nekünk, és azt is szednem kellett videón kívül. Három éjszakán át keresztül üzögetem a pókokat, azt képzeljétek el. Szóval ezt is azért elég nehéz volt megszerezni. Plusz még az üveget is meg kellett, hogy szerezzem hozzá. Szóval a videón kívül most sokat dolgoztam, de mindegy, szerintem folytassuk egy át, ameddig tudjuk. Jó van, igazából ezt itt beüvegeztem. Most egy kicsit ronda, mert nincs bent még az Optifine mód, de majd berakom, és akkor nem fog ilyen rondán kinézni. Mindegy, szerintem akkor craftoljunk le dispenzereket, hogy... hát igazából a dispenzerekben lesznek a vizes vödörök, és akkor majd 8 darab vizes vödöröt is kell csinálnom. Jó, a dispenzerekhez szükségünk lesz... hát mivel 8 darabot csinálok, ezért 8 darab íjra. Nem jutnak most eszembe a dolgok. Hopsz, ez így nem fér bele az inventorimba, úgy néz ki. Mindegy, ezt most gyorsan eldobom ezeket. Jaj, de sok idő lesz az így. Na, megvannak a dispenzerek, és most felmegyek és bekötöm őket. De az a baj, hogy igazából egy szintre azért nincs elegendő resztónunk, mert hát annyi van, hogy be tudjam kötni a dispenzereket, de ahhoz, hogy egy hosszabb órajelet csináljunk, ahhoz nincs elegendő. Pedig az nagyon fontos ennél a rendszernél, hogy egy hosszú órajelünk legyen. Mindegy, akkor most így kell megcsinálnom őket. Miután beraktuk őket, kiütjük fölöttük a blokkot, hogy ide majd egy-egy pötty reston tudjunk rakni. Mert... szóval én nem szeretném, hogy ilyen nagy csúnya reston vezetés legyen kerülötte. Emiatt megpróbálom úgy megoldani, hogy ne legyen akkora az itt lévő reston rendszer. És ezt egy ilyen megoldását tudtam csak megoldani. Na, ezt valahogyan így gondoltam. És most fogom bevetni ezt, amit kitaláltam, hogy itt egy ilyen farang sor fog futni, és ezzel lesz majd a redstone, és olyan, mintha dísz lenne, de igazából ezen fut a redstone. És alulról nem látszik, hogy a tetején redstone van, emiatt szerintem tök jól néz ki. És ezt a másik oldalon is meg fogom mindjárt csinálni. Na, ezt valahogyan amúgy így gondoltam. Hát, jól néz ki. Vagyis innen felülről nem, de alulról igen, jól fog kinézni. El is lesz takarva szépen az egész redstone. Hát jó, tehát volt ezt megcsinálni. De az a baj, hogy már csak 15 darab redstone maradt hátra. És ez nem elég semmire, szóval most jött el az ideje, hogy le kell mennem egy mesterséges bányába. Amit ugyebár én ások a bedroknál, vagy a közelében. És ott rengeteg redstone-t fogunk találni. Szóval, hogyha csinálok egy ilyet, és sokat ások mennek kitartóan, akkor valószínűleg nem lesz már többet problémánk ezzel a redstone-nal. Ezt a skeletont, ezt nagyon meg kéne ítölni. Tudjátok, hogy egy pont nem tudom mennyibe, azért már elég erősek lettek, szóval vigyázni kell vele. Na hát én végeztem is a bányászattal, találtam meg egy sok redstone-t, én mondtam, hogy gyorsan lehet sok redstone-hoz hozzájutni, hogyha így bányászunk. És szerintem ebből már meg is lehet csinálni a monster trap-ünket,
csak még szükség lesz 20 darab repeaterre. 20 darab repeaterhez pedig szükség lesz, hát 3x20 az 60 kőre, kiégetett kőre. Szóval most azt is kell még sütnöm, plusz még redstone fákják is kellenek, még hozzá 20 darab. Na, hát végeztem is az első emelettel, igazából meg fogalmam sincs, hogy ez most így működik-e, vagy ére valamit. De mindegy, ennyi lenne ez a videó, ha tetszett, nyomd le egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!